Tisztelt jelenlévők, rendezők, házigazdák, kutyusok, egyéb állatok! Nagyon örülök, hogy hagyományteremtő szándékkal egy ilyen rendezvényt hoztak létre a szervezők, a Rákosmenti Kutyakiképző Iskola és az Önkormányzat Művelődési és Sportirodája együttműködésben. Nagyon jó szórakozást kívánok az egész naphoz, minden eseményhez, minden helyszínt keressenek fel, minden programot tekintsenek meg. A rendezvényt ezennel megnyitom. Előre vagy közben fogjátok kiválasztani. Igen, most jön a kukac. Ugróakadályok. Letapcsolni. Nagyon nehéz feladat. Tehát aki azt hiszi, hogy ez csak egy ilyen kis futkálás, meg ugrálás, az téved, mert mindig jutalmazni kell. Azért dolgozik, mert szeret minket, illetve azért, mert jutalmat kap. Nem kényszerítjük, nincsenek agresszívan tanítva, kényszerítve a feladatra, hanem csak a játékot. Nem úgy kell elképzelni, hogy régen katonás, minden feladatot precízen gépként végrehajtó kutya. Magyar fajtájú kutya. Ajánljuk mindenkinek, akinek sok ideje. Lápalán kétszínű. Azért van ez így, mert a kék szín a zóna része, amit a kutyának mindig érintenie kell. Nyugodtan tapsoljatok, hogy te létre. Itt is megvoltak a zónák. Megjegyezni, illetve a kutyát irányítani. Létre is megvolt. Tessék, ugróakadály. Ugye ezt látjuk, hogy a gazdának is nagyon gyorsnak kell lenni. És... Megvan esés nélkül a pálya. Irányítja a kutyáját, és látjátok, hogy a kutya milyen szeretettel dolgozik, és figyeli a gazdája minden mozdulatát. Tehát nálunk a celebeket a Anna és Robi képviseli. Ugye mindenki látja, hogy milyen hatalmas egy teljesítmény mindkettőjük részéről. Anna megállítja a kutyát, levezeti a zónán. Ez az akadály is megvolt, és teljesítette a kutya feladatot. Annával és Robival zárjuk az Agility bemutatót. Köszönjük szépen a figyelmeteket!
Tehát tisztelettel köszönjük a közönséget, Pisok felét láthatjuk két kuhaszával, szerint kap utasítást, és hát akinek volt már egyszerre több kutya a kezében, az tudja, hogy ez milyen nehéz, hogy a kutya mindig ugyanazt csinálná, mint a másik az akkord munkával, és láthatjuk, hogy milyen nagy hívvel és lelkesedéssel végez minden gyakorlatot, mert boldog, hogy feladatot kaphat, és most ő van a középpontban. Most talizmán következik, ő 9 éves. A kiképzés természetesen csak is pozitív megerősítéssel folyik, úgyhogy ha valamit nem jól csinál a kutya, akkor nem kap semmiféle szidást, hanem gyakorlat ismételve. És hát ez rettenetes évvel is boldog összpontosítás. Követelez a gyakorlat, és nagyon szépen átpussza hosszú lábai ellenére. Nem hárman. És a gazdi fejéről leveszi a sapkát is, hogy a gazdi is köszön ezáltal. Most szépen fölülnek a székre mindketten, és hát elköszönnek a közönségtől. Köszönjük szépen a figyelmüket!